Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 11-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először Ruf Tamás, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar új igazgatója vendég. Tartsanak velünk! Jó estét kívánok a Paletta nézőinek! Egy rövid hír, eredményesen zárult az Alba Régia Szimfonikus Zenekar vezetésére kiírt pályázat. Most már tudjuk, hogy a szakmai bizottság javaslatával egyezően Ruf Tamás kapott megbízást az igazgatói feladatok ellátására. Gratulálok! A szakmai grémium egyéb iránt egy tartózkodással javasolt a zenekar vezetésére. Gratulálok mindnyájunk nevében. Ez egy fontos állomás az életedben, azt gondolom. Az elmúlt beszélgetésünknél, hiszen egy életút interjút már készítettünk, amikor még ezt nem tudtuk, úgy fejeztük be, az volt az utolsó kérdésem, hogy kerek a világ, és azt mondtad, hogy igen. Most annak tükrében, hogy pályáztál az igazgatói feladatok ellátására, most kerek a világ ezzel? Szép jó estét kívánok mindenkinek. Kerek volt, igen, és azt gondolom, hogy most is kerek. De nyilvánvalóan megváltozott. Tehát kerek volt a világ szakmailag, családilag, minden szempontból, ugyanakkor azért a változás állandó. Tehát a művész emberek világában, művész világban különösen azt gondolom, hogy folyamatos változásra van szükség, kellenek az új inspirációk ahhoz, hogy egy szabad, kreatív alkotó munka történhessen, egy felszabadult kreatív alkotó munka, az változás kell. És ugye nagyon sokféleképpen lehet ezt a változást generálni. Hívunk vendégművészt, hívunk vendégkarmestert, elmegyünk máshová fellépni. Ami most velem történt, az meg egy egészen más irányból történő változás. Egy kicsit tekintsünk vissza a múltba, hiszen nagyon-nagyon fontos az az életút, amit nagykanizsai születésű fiatalemberként mögötted áll. Én azt gondolom, hogy ha ezzel most így konkrétan nem is foglalkozunk, de számtalan olyan pillanat volt az életedben, gondolok itt elsősorban a mesteredre, Baráth Zoltánra, és mindazokra, akik hozzásegítettek, hogy fajsúlyos zenész legyen belőled, és ráadásul egyetemi főiskolai diplomával. Viszont arról a 15 esztendőről, amióta megismerhettünk téged itt Székesfehérváron, kell, hogy szó essék, hiszen ugye 11 néhány éve vagy, mint a katonazenekar karmestere, de hát már előtte is jártatok itt a zenekaraiddal Székesfehérváron. Igen, hát az is egy nagyon sűrű időszak volt. Tulajdonképpen a székesfehérvári Vörös Marti Színházban én úgy debütáltam karmesterként, hogy közben én a Kaposvári Katonazenekarnak voltam a karmestere. És én Kaposvárról ingáztam először Budapestre, aztán Székesfehérvárra, és tulajdonképpen 2006 óta jelen vagyok a Székesfehérvár zenei életében, így a színházon keresztül. Hát a közönség engem itt Székesfehérváron tulajdonképpen elsőként úgymond civilben ismert meg, bár a Katonazenekarral is felléptünk néhány alkalommal vendégként a Kaposvári Katonazenekarra, de elsősorban itt a színházi munkáim kapcsán ismertek meg. Ugye ez egy kalandos történet, hogy kerültél, hogy lettél katona, és hogy lettél a katonazenekar karmestere. Erről azért még kicsit idézzük meg. Igen, hát most már 21 évvel ezelőtt történt, ez nagyon furcsa kimondani egyébként, tehát ez az elmúlt két évtized, ez soknak tűnik, de nagyon gyorsan eltelt. Akkor is egy szimfonikus zenekari próbán ültem, amikor ez az ötlet felvetődött, és nem tőlem jött az ötlet, hanem akkor még Pécsi Szimfonikus Zenekar próbáján ülve az ütő szólamvezető hevesen mutogatni kezdett próba közben, hogy ő akar velem beszélni, és én meg győztem elbújni a kotta állvány mögé, mert hát ugye én azt tanultam, hogy próbán nem beszélünk, nem mutogatunk, nem integetünk, hanem zenélünk és a karmesterre figyelünk. Na aztán szünetbe oda mentem a szólamvezető Szabó Ferenc tanár úrhoz, és ő annyit mondott, akivel egyébként régóta ismertük egymást, mert trombitáltam az amatőr fúvó zenekarban, amit ő dirigált,
tehát ugye főiskolásként ott Pécsre, tehát ez egy teljesen bevett szokás volt, és egy bevett gyakorlat, hogy minél több zenekarban kellett játszani, gyakorlatot szerezni. És ő mondta, hogy tudok neked egy jó állást. És én akkor már a Harkányi Zeneiskolában kinevezett egész állású trombita tanár voltam, mellette ott is zenéltem a színházban, szimfonikus zenekarban. Tehát nekem akkor is kerek volt a világ egyébként, pályakezdőként, és mindeközben elkezdtem a zeneművészeti főiskolán a fúvós karnagy képzést, ez harmadik diplomásként, és erre mondta a Feri, hogy hát tudok neked egy jó állást, a kaposvári katonazenekar karmester helyettesi helye üres, és ott az öcsém a karmester, és embert keres, szerintem te vagy az. És én azt mondtam, hogy köszönöm szépen, Feri, nagyon aranyos vagy, én nem akarok katona lenni, én itt a civil világban nagyon jól megtaláltam a helyemet, vannak terveim, ötleteim, számításaim, ezek nem akarnám megváltoztatni. És hozzátartozik az is, hogy azért nem akartam katona lenni, mert ahogy az összes többi zenész is, ugye nem nagyon akartam bevonulni sorkatonai szolgálatra, mert nem, ugye, a te szemeddel nézve ez nem sok, azt gondolom, de akkor az én szememmel nézve az a kötelező 9 hónap, az nekem soknak tűnt fiatalemberként, hogy 9 hónapig nem fogok gyakorolni, akkor mi történik. Ugye ez teljesen érthető hozzáállás egy zenésztől. És egy ebben maradtunk. Majd másnap jött Feri, és közölte a próba szünetében, hogy beszéltem az öcsémmel, mondtam neki, hogy mindenképpen ott akarsz dolgozni, és keressétek egymást. Én felhívtam Szabó László őrnagy urat, és elmondtam neki, hogy hát az ő testvére szerint én ott szeretnék dolgozni, de azért ez egy kicsit úgy érdekes helyzet. Szót követett, és aztán az elmúlt 2 évtized gyakorlatilag beigazolta, hogy jól gondolta. Így van, de emellett természetesen megmaradt a civil zenekaraid is, tehát azzal nincs gond. Ugyanakkor a Székesfehérvár, amikor Székesfehérvárra kerültél, nagyon sokat köszönhetünk, most már így utólag is elmondhatjuk az összadőn parancsnokság parancsnokának, hiszen ő tett azért, hogy ide kerülj. Az érdekessége az a személyes pályafutásomnak, hogy itt a katonai, az akkori katonai felsővezetés tulajdonképpen ugyanúgy a színházi munkámon keresztül figyelt fel rám. Tehát, hogy az akkori vezetőnek ez feltűnt, hogy mennyire érdekes egybeesés ez, hogy a kaposvári katona karmester a fehérvári színházba jár dirigálni. És ebből ők nagyon, hát ők ezt felismerték, és láttak ebbe potenciát, fantáziát, szakmai lehetőségeket, és felajánlották, hogy a fehérvári helyőrségi zenekarnak a karmester épp nyugdíjazás előtt állt, és engem pedig megkerestek, hogy beleegyezek egy áthelyezésbe, mert bármennyire is hierarchikus rendszer, azért lehetett volna nemet mondani, de hát én nem mondtam nemet erre. Ezúton is köszönjük Benkő tábornok úrnak, hogy sikerült rábeszélni téged. És hát ez egy sikersztori a helyőrségi zenekar, és nem csak azért, mert számtalan dolgot tanultunk meg, hogy egy katonazenekar hol mindenütt játszhat, hiszen ez egy fontos dolog, tehát a templomi hangversenyeken túl különböző, nyilván a fontos katonai feladatokat is elláttátok, de például a színházban is játszott a zenekar, mert azt hiszem, hogy ez így tökéletesen rendben van. No de, mielőtt az Alba Régia szimfonikusokhoz ideérnénk, mi lesz a helyőrségi zenekarral? Természetesen a helyőrségi zenekar ugyanúgy él és dolgozik tovább, mint ahogy eddig. Nem hagyom el a helyőrségi zenekart, nem hagyom magára a hajót. Azt gondolom, hogy ez a... Hát azt szoktam mondani, hogy azért a zene nyelve az mindenek felett van. Tehát, hogy ez egy olyan kommunikációs csatorna, hogyha ha zenéről beszélünk, ha zenét művelünk, ha színpadra megyünk, amit a világ minden részén megértenek, és tulajdonképpen nem az az elsődleges, hogy ezt a zenét azt most melyik szervezetnek a keretein belül közvetítjük, hanem az a minőség, az az érték, amit a színpadra viszünk, vagy épp kiviszünk a térre, vagy bárhol, ahol ezt létrehozzuk, az az emberek felé egy értéket közvetítsen.
Honnan jött a gondolat, hogy megpályázta az Alba Iga Szimfonikus Zenekar igazgatói tisztségét? Ugye onnan indultunk, hogy kerek a világ, vagy nem kerek a világ. Megmondom őszintén, hogy figyelemmel kísértem az elmúlt évek folyamán az Alba Iga Szimfonikus Zenekar fejlődését. És tulajdonképpen elismeréssel szemléltem. Tehát, hogy jó volt látni, hogy intézményesített keretek közé került, jó volt látni, hogy egyre több koncert volt, egyre több vendégművész lépett fel a városban. És először én nyilvánvaló, hogy nem is gondoltam erre a lehetőségre. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem, tehát nem titok, szerintem mindenki tudja, hogy azért ez egy nagyon hosszú pályázati folyamat volt. Én azt gondolom, hogy ez egy rendhagyóan hosszú pályázati folyamat volt így a szimfonikus zenekarok világában. És az első pályázati kör, amikor tulajdonképpen sikertelen volt, és kvázi igazgató nélkül maradt a zenekar, én erre akkor figyeltem fel, hogy ebbe egy óriási lehetőség van, hogy egyrészt azt az alkotó energiát és azt a sok tapasztalatot, amit én gyűjtöttem a zene világában, azt ezen a téren kamatoztassam, és egész egyszerűen egy olyan pillanatnak éltem meg, amit mindenképpen meg kell próbálni. Melyek voltak a pályázatod alapvetései? Milyen szimfonikus zenekar? Tudjuk, hogy kiemelt minősítésű immár a zenekar. Milyen zenekart képzeltél el, képzelsz el? A pályázatom alapvetései azok tulajdonképpen annyi, hogy amit én mindig is mondtam, hogy ha nagyon egyszerűen akarom fogalmazni az életemet, hogy mit szeretek csinálni, akkor azt szoktam mondani, hogy jó zenét jó zenészekkel. Tehát, hogy, és azért ez egy elég tág fogalom, ugyanakkor nagyon szűk mesdjén halad. És itt is az elképzelésem, hogy ez a már megszerzett, minősített státuszt azt meg kell tudnunk tartani. Ugyanakkor nem elsődlegesen a minősítés, ami a szemünk előtt lebeg, és annak a megtartása, az természetesen azt meg kell tartani, hanem alapvetően egy minőségi, produktív alkotóközösséget látok magam előtt. Hiszek abban, hogy ez egy Székesfehérvárnak ez a zenekar egy olyan kincse, ami hogy szakmai nyelven fogalmazok, nem csupán közönségépítő szerepet, hanem alapvetően egy közösségépítő szerepet lát el a város polgárai között. Tehát ez egy kincs, ami ennek a városnak a birtokában van, és szeretném, hogy ez a kincs ez minél többekhez eljusson, és minél több embernek örömet tudjon okozni. Volt egy, illetve van számtalan fajsúlyos gondolatmondat a pályázatodban, de az egyik legfontosabb talán, hogy a hagyományos értékek mellett legyen a szimfonikus zenekar a kortárs zene központja. Így van. Ez azért érdekes, mert ugye ez volt a pályázatomnak az az eleme, ami más, mint úgymond a megszokott pályázatok. Tehát itt nagyon-nagyon sokan arra számítottak, hogy olyan pályázatok fognak egymással versenyezni, hogy lesz egy igazgató, aki megszab egy irányt, és hoz magával egy művészeti vezetőt, ez egy bevett struktúra egyébként, nem kötelező, de mégis egy bevett hagyományos struktúra, hogy az igazgató mellett dolgozik egy művészeti vezető, aki általában egyben a vezető karmester is. Ez sincs kőbevésve, de ez egy úgymond szokás jog alapján így alakult ki az országunkban. És én nyilvánvalóan megtaláltam ezt az embert, akit én erre a posztra nagyon-nagyon alkalmasnak tartok, és a vezető karmesterünk, aki már elkezdte a műhely munkát a zenekarral, és valóban fizikailag is tudnak együtt dolgozni és egymással ismerkedni. Ő Dobszai Péter, fiatal karmester kollégánk. Ugyanakkor ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a pályázatnak, és a nagyon fontos alappillére a következő szakmai életünknek. Ugyanakkor a kortárs zene ügyét, ami egyébként mindig
sajnos, méltatlanul szerintem egy kicsit úgy a komoly zenei életünk és alapvetően a zenei életünknek egy nagyon-nagyon perifériára szorult elemévé vált. Ugye azért jól tetten érhető az a folyamat, amikor azért a kortárs zene, vagy beszéltünk itt a kortárs művészetről is talán átfogóan, egy kicsit úgy eltávolodott a közönségtől. Majd most van az a folyamat, az az egészséges folyamat, hogy a közönség és a kortárs zene ismét közeledik egymáshoz. A kortárs zenének muszáj volt közelednie a közönséghez, hiszen azért nem lehet az, hogy ne a közönségnek játszunk. Minden a kortárs zenének is az a lényege, hogy egyébként örömet okozzon az embereknek, és értékes művészeti produktumokat, művészi értékeket közvetítsen. És ebben a jelenlegi struktúrában, amivel sikerült ezt a pályázatot úgymond elnyerni, ezt a következő ciklust megnyerni, a kortárs zene ugye egy nagyon-nagyon fontos szerepet foglal el, olyannyira, hogy a vezető karmester mellett egy házi rezidens fiatal kortárs zeneszerzőt is alkalmazunk, Dobri Dániel személyében. Dániel tavaly végzett a Zeneakadémia zeneszerzés szakán, tehát egy nagyon-nagyon friss pályakezdő zeneszerzőről beszélünk. Ugyanakkor Dánielt most már 8 éve ismerheti a fehérvári közönség, hiszen a Székesfehérvári Vörösmarty Színháznak 2013 óta ő a házi zeneszerzője és zenei vezetője. Úgyhogy volt alkalmunk közös munkára már az elmúlt évek folyamán, nem ismeretlenül találkoztunk, nem csak a pályázat kapcsán, de azt gondolom, hogy ez számára is egy új terület. Tehát azért a színházban inkább az alkalmazott zeneszerzésről szólt az ő pályafutása, itt pedig van lehetősége kiteljesedni, és egy tényleg valóban szimfonikus zenekari műveket komponálni. Dániel ezt egy nagyon nagy szakmai lehetőségként éli meg, mi pedig nagyon sokat remélünk attól, hogy a kortárs zene ügyét így közösen kicsit felkarolva, nem titkolt cél, hogy valóban Székesfehérvár, hogy most mennyi idő alatt, az nagyon sok mindentől függ, de idővel a kortárs zene központjává válhasson. Érdeklődéssel várjuk, hiszen a Dobri Danit ismerjük, hiszen még annak idején, mikor működött a Kortárs Művészeti Fesztivál itt Székesfehérváron, a Dobri Dannal, Nagy Péter, ugye az Zalaegerszegi Színházból érkezett Dobri Dani is, és fantasztikus koncerteket adtak, úgyhogy nagyon várjuk. Vannak-e konkrét elképzeléseid, illetve nem is konkrét elképzeléseik, hogy amit már itt összefoglaltál, hogy most ugye megkezdődik május 1-től, vagy hivatalosan a zenekar igazgatója, ami a következő időszakot majd lefedi? Nagyon nagy a feladat, hiszen ugye kettős feladatnak is meg kell felelni. Egyrészt azért nem csak ennek a zenekarnak, hanem a teljes kulturális szektornak az életére nagyon rányomta a bélyegét az elmúlt egy év. Hát az, hogy tulajdonképpen a Covid-helyzet miatt lassan, hát most már egy éve közönség nélkül kell, hogy játszanak a zenekarok, nem tudnak a színházak közönséget fogadni. Azért ez egy nagyon olyan műfaj, ami az élő élményre épít. Tehát ez akármennyire professzionális megjelenési formák, a streamelések, ilyen-olyan stúdiófelvételek vannak nyilvánvaló, azért az élő élményt soha nem tudja pótolni semmi, ahogy a színházban sem, úgy a szimfonikus zenekarok világában sem. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly veszteség, hogy a közönséget ennyire nélkülöznie kellett a zenekaroknak és a művészvilágnak. Tehát a feladat azért kettős, mert egyrészt most van ez a jelen pillanatban ez a nyitási helyzet. Ugye egyfelől el kellett kezdenünk a műhely munkát. El kellett kezdeni egy olyan műhely munkát, ami hosszú távú, ami a távolabbi célokat, a távolabbi koncepciót szolgálja, ami hát azt gondolom, hogy a következő évadtervben már azért látszani és érződni fog, tehát a 2021-22-es évadnak a bérleteiből majd például látni fogja a közönség, hogy élünk, tesszük a dolgunkat, tekintünk előre. Ugyanakkor van egy másik
nyomás, hogy nem tudunk csak ezzel a műhely munkával és a következő évaddal foglalkozni, mert itt most a nyitás miatt az embereknek egész egyszerűen a zenei igényét ki kell elégíteni, ki kell szolgálni. Én azt gondolom, hogy a közönség is nagyon várja, hogy zenélhessünk, de a közönségnél jobban már csak a zenészek várják, hogy zenélhessenek. Tehát itt nyáron mindenképpen számíthatnak a szimfonikus zenekar jelenlétére, és megfelelő könnyed nyári programokkal szeretnénk az embereknek örömet okozni. Ezeknek a kidolgozása az most éppen folyamatos. Most hát nincs kétségem felőle, hogy lesz dolgotok bőven, és hát azt kívánom, valamennyi klasszikus zene rajongó vagyunk bőségesen itt Székesfehérváron nevében, hogy jó munkát ehhez, és hát a kijelölt szakmai koncepciót sikerüljön megvalósítani. Köszönöm szépen! Én köszönöm! Rövidesen indul az évad Kápolnásnyéken a Csajági Laura színpadon is. Kelemén István igazgató és munkatársai egy minden korosztályt kiszolgáló műsortervvel várják a nézőket. Tiszteltes barátsággal köszöntöm Kelemén Istvánt. A mai témánk nem más, mint Kápolnásnyékre fogunk ellátogatni a Csajági Laura színpadra, mégpedig azért, mert az elmúlt időszak egyik, én azt gondolom, hogy a kultúra, színházkedő emberek számára egy óriási esemény volt, a színpad létrejött a Vörösmarty Emlékháznál, és hát ellátogattunk mi is lehetőségeinkhez mérten egy-egy előadásra. Én azt hiszem, hogy ez nagyon hiányzott Fejér megyében. Most azonban a koronavírus járvány okán nyilvánvaló, hogy a színházak többsége online térbe kényszerült, vagy még azt sem tudták megoldani. Ezért aztán mindenki szívrepesve várja, hogy elindulhasson a színházi évad. Nos, hát ennek tükrében hogy áll Kápolnásnyék, hogy áll a Csajági Laura színpad? Megvannak-e a tervek az újraindításra? Mi is szívrepesve várjuk, ugye egy évvel ezelőtt júliusban nyitottunk, igazából az építkezés elhúzódása miatt. Kicsit féltünk tőle, hogy a nyár folyamán, ha a koronavírus átcsúszik a nyárra, akkor csak szétültetéssel tudunk majd a nézőtérre ültetni nézőket, de ez nem így történt. Tulajdonképpen minden előadásunk telt házzal ment, júliustól egészen augusztusig. Ebben az évadban, vagy szezonban pedig június 12-én kezdünk Köbek a zsebben Mary Jones darabjával, Rudolf Péter és Kálói Molnár Péter főszereplésével. Aztán lesz egy háromnapos operafesztivál 18-a, 19-én és 20-án. Aztán lesz egy musical, Szép nyári nap címmel, az kétszer megy majd. Ágacska, mert hiszen minden korosztályra gondolunk a gyerekeknek. Ágacska zenés mesejáték, aztán az Apostol Együttes koncertje, ez a koncert ez elmaradt szeptemberben sajnos, úgyhogy ezt pótoljuk. Majd lesz egy nagyon érdekes dolog, Hangfestett Történetek címmel Lacfi János és az Óbudai Danubia zenekar, egy ilyen ifjúsági koncert 6-12 éveseknek. Aztán lesz egy vígjáték Hatam pizsamában, majd egy romantikus komédia Ügyes kis hazugságok címmel, és végül augusztus 21-én zárunk a Száztagú cigányzenekar gála műsorával. Rendkívül fontos kérdés, hogy milyen elvek mentén sikerült összeállítani a repertoárt, mert ahogy itt hallottam, ez tulajdonképpen a színházlátogatók minden korosztályát képviseli. Igen, nagyon fontos, hogy megszólítsuk a gyerekeket is. Köszönhetően Pál Gábor producerünknek ez az évad is elég színes lesz ilyen értelemben, hiszen mondtam, az egészen fiataloknak szóló előadás is lesz, mondjuk a középkorosztálynak, tehát mondjuk a középiskolásoknak a Lacfi János Hangfestett Történetek című előadása, és hát azért lesz két koncert is ebben, ami azt gondolom egyrészt ugye még elmaradt, másrészt pedig nagy örömünkre szolgál, hogy a Száztagú cigányzenekar eljön. Lehet-e pótolni, nyilván nem lehet az elmaradt előadásokat teljes körűen, de van-e törekvés erre? Nem maradt el előadásunk, ez az egy, az Apostol koncert maradt el, és azt az egyet pótoljuk. Hogy sikerül megnyerni azokat a rangos művészeti csoportokat, akik ellátogatnak Kápolnásnyékre? Hát ez köszönhető Pál Gábor producerünknek, aki azt gondolom, hogy fantasztikus munkát végzett
boldogan jönnek el, főleg most, hogy viszonylag keveset, sőt, hát szinte egyáltalán nem játszhattak az évadban, felszabadulva nyárra boldogan jönnek el hozzánk, és végre közönség előtt megmutathatják magukat. Beváltak-e azok a tervek? Nyilván a július, az elmúlt esztendő júliusáról beszélünk, akkor megfogalmaztátok, hogy milyen művészeti alapvetések mentén képzelitek el a jövőt. Emellett kitartotok, tehát ahogy az imént is említetted, hogy a megszólított gyermekeket, illetve hát nagyívű koncert, és természetesen színház. Tehát ebből ez így áll össze a repertoár? Igen, így van. Tehát nagyon fontos dolog, hogy azok, akik ugye hétvégenként vannak az előadásaink, ez a hely sajátossága is. Én azt gondolom, hogy péntek, szombat, vasárnapra lehet tervezni előadást. És hát azok, akik ellátogatnak a Velencei tó partjára hétvégén, azok tulajdonképpen egy család. És a családnak vannak felnőtt tagjai és gyerek, vagy idősebb tagjai is. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jó lett összeállítva ilyen értelemben is a műsor. Az emlékházra különös felelősség hárul, és nem csak a múltokán, én azt gondolom, hogy a térség meghatározó kulturális központja a Vörösmarty Emlékház. Ez számít valamit, amikor a repertoárt összeállítod? Hát... Hogyha valaki egész napban gondolkodik, mondjuk, egész napos kulturális programban, akkor várt hozzánk egy jegyet, és előtte megnézi az emlékházat, a gyönyörűen felújított és 21. századi technikával működő múzeumot. Tehát ilyen értelemben akár ez egy egész délutánt is el tud tölteni. Hogy oszlik meg most a feladatköröd egyik oldalról a Csajági Laura színpad vezetése, illetve a Vörösmarty Színházban végzett színművészi munkád? Igen, úgy szoktak fogalmazni, azt hiszem a pilóták, hogy hosszú évek unalmát pillanatok alatt váltja fel a jegeces rémület. Tehát ugye majdnem egy évig nem működött, vagy nem játszottunk itt a Vörösmarty Színházban, most hirtelen elkezdtem próbálni, és közben készülünk a nyári előadásainkra. Tehát lassan a színpad fölötti tetőrész is elkészül, kiírjuk a programot, és a jegy.hu-l elérhetők lassan a jegyeink, tehát egyszerre indul mind a kettő, úgyhogy ide-oda futkosok. No, hát akkor kérlek szépen így zárásul fogalmazz meg egy üzenetet mindazoknak, akik még nem döntötték el, hogy mikor menjenek és miért menjenek Kápolnásnyékre. Mindenképpen látogassanak el a Velencei tóhoz, mert egy nagyon szép természeti környezet, és hát a színházunk is, a színpadunk is egy gyönyörű természeti környezetben van. Van egy kis ligetes rész, egy tó, meg lehet inni, saját söre van, ugye a Nyék is serfőzde jó voltából, egy pohár sört meg lehet inni előadás előtt, a Dobos Pékség szállítja a nagyon finom perecet, úgyhogy jöjjenek el hozzánk a Velencei tó partjára. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!